Uram, bátyám lapja. Vacsora után áttért a beszélgetés a sajtóra. Milyen lapot járat, uram, bátyám? Ez idő szerint semmiet. De tudván érkezésedet valami 4 nap előtt előfizettem a Honra. Matán el is hozza már a postás. És a Hon már nincs is meg. Úgy? Akkor az ellenőrre. Csak hogy az sincs. Lehetetlen. Akkor hát nem is tudom. Átadtam a pénzt a postamesternek, hogy egy kormánypárti lapot rendeljen meg. Az ördög tudja jobban mifélét. Még időnk se volt másra fordítani a beszélgetés ródját, mikor jött a postás egy köteggel az egyetértésből. No, hát itt a lap. S fölrakván pápa szemét, egész találomra kihúzott egy számot, és elkezdte olvasni a vezércikktől kezdve lefelé egész addig a sorig felelős szerkesztő Csávolszky Lajos. Élvezett. Izzadság csurgott az arcán, míg a harisnyát kötögető Máli néni apróra vette velem a vidék összes eseményeit. Váltig vártam, mikor fog felsziszenni az öreg úr. Ennyi ezer ördög, ez a postamester engem bolondá tett. De nem. Szép csendesen letette a kiolvasott lapot, és a pipáját kezdte tömögetni. Nos, mit mond az újság, János bácsi? Kotyog, ügyesen kotyog. És ezt felelte volna bármelyiket kapja is. Azt felelte volna a magyar állam láttára, azt a nemzetre, azt a hírlapokra. Erre prenumeráltam, erre hát. S míg ti, jámbor újságírók, töritek a fejeteket bent a szerkesztői irodákban, hogy megadjátok lapotoknak a helyes irányt, a tetszetős beosztást, beleöntitek az egyéniségteket, belelehelitek az üde hangot, addig az öreg úr kiveszi a lapcsomagból az 5 nap előtti számot, és azt mormogja a végén, hogy elég ügyesen kotyogtok. Terhek törlesztése. Lefekvés előtt bejött a szobámba az öreg úr a gyertyával, amit a néni otthon önt fagyúból üvegcsövekbe, és elpanaszolta, hogy nagyon sok a kiadás. A katonatiszt sokat költ. Behozza azt a jós hóvárnoki föld. Behozná, öcsém. Nem panaszkodom ellene. Bár ő se tenni. Nem is teszi, ám bár tehetné, mert nagy terheket tettem rá. Sok van rá betáblázva, és ezen túl már csak minden 5 évben törleszthetek. Úgy, minden 5 évben? Akkorra szoktam adni a terminusokat, de nem elég, nem elég. Végem lesz, öcsém, végem lesz, ha csak a szerencse különösen be nem ütne. Persze, egy pár jó termés. Ej, dehogy, az nem segít. Hanem 3-4 követ halál még kiránthatna. Miféle halál? Hát a követek halála, A királynak is vannak eszméi, a kormánynak is vannak eszméi, nekem is vannak eszméim. Azon felül van népszerűségem is. S ha követválasztáskor odaállok valahova, ahova akarok, érted? És aki mellett akarok, érted? Akkor azért a mandátum hékás. Igen, és értem már. A követválasztás azelőtt, mikor még én is szamár voltam és föllépegettem, mindig egy csomó terhet hozott a birtokra. Most mindig levesz egy csomó terhet. Hát nem igazságos ez így? Mert velem kell a jelöltnek beszélni. Csak hogy ritkán van. Öreg, beteges hazafiakat szeretnék kapni, akik gyorsan halnának egymás után. De már álmos is vagy, amint látom. Aprók a szemeid. Ellocsom a gyertyádat? Itt a víz, ha inni akarsz, ott a csengetyű, ha valamire szükséged van. Vagy beszélgessünk még? Nem, nem, elég lesz. Mert hisz nekem is megvan már a mappám a János bácsi ábrázatáról. A ninivei kormány.